Zakariás próféta könyve folyamatos versről versre való tanulmányozásában eljutottunk a második nagy részhez. Az első fő rész 8 látomást tartalmazott, végén egy jelképes cselekedettel Józsua főpap megkoronázásával. Most a második nagy részben, amely a 7.-8. fejezetet foglalja le, tulajdonképpen nem kellett volna itt fejezethatárt kiszabni, a 7. és 8. fejezet összetartozik, de többször a Biblia kiadók a 12. századtól fejezetekre, a 16. századtól pedig versekre is beosztották a Bibliát, és ha túl hosszúnak találtak egy részt, mint mondjuk Máté Evangélium a 24.-25. fejezete is nagyon szorosan együvé tartozik, ketté vágták. Ez egy kicsit értelmezési problémákat is szerezhet, főleg azoknál, akik most kezdik olvasni a Bibliát, mert ők úgy gondolják, hogy a fejezet határok meg a versek is a Biblia eredeti részei. Nos nem. Az eredeti héber és görög szövegben sem fejezet, sem versbeosztás nincsen. Tekercsekként tárolták a Bibliát, és egy-egy tekercsnek nevet adtak, és hát így őrizték, nyilván ők is már egy kicsit szétszabdalva, hiszen egy bibliai könyv, mondjuk Mózes első könyve, vagy Ézsajás könyve, tehát a hosszabb könyvek nem fértek rá egy tekercse, bár itt is voltak kivételek, hiszen a Jeruzsálemi Héber Múzeumban őriznek egy teljes Ézsajás tekercset, ami hát a leghosszabb megmaradt holtengeri tekercs. Nos hát, Zakariás könyve 7. és 8. fejezete szorosan együvé tartozik, de szétválasztom mégis, mert sok minden elmondandó van róluk, úgyhogy most olvasom a 7. fejezet első versétől. Igyekszem már a pontosított fordítást is érvényre juttatni, úgyhogy jelzem, ha valamikor pontosítást végzünk. Zakariás könyve 7. fejezet első verse így kezdődik. És lőn a Dáriusz király 4. esztendejében, hogy szólt az úr Zakariáshoz a 9. hónapnak a Kiszlévnek 4. A bibliai proféták datálják az üzeneteiket, hiszen Istentől kapták ezeket, akár gondolatihletéssel, mint jelen pillanatban is erről lesz szó, akár látomásban, ahogy az előző 6 fejezetben láttuk, akár profétikus álomban, tehát az álom a legritkább a Bibliában. E 3 csatorna a gondolatihletés több mint 90%-a a Bibliának, a profétikus álom 7-8%, és kerekítve is, fölfelé kerekítve is csak 1% a profétikus álom. A gondolatihletés, látomás és álom a 3 csatorna, amelyen keresztül Isten ihlette a profétákat és az apostolokat. Itt megjelöli Dáriusz király uralkodásának 4. esztendejét. Emlékezzünk, hogy a könyv úgy kezdődött, hogy Dáriusz király uralkodásának 2. esztendejében, tehát 520-ban kapta a 8 látomást a proféta. Itt most Isten 2 évvel ezután, tehát 518-ban szólt a profétához, és meg is mondja a hónapot, ez a Kislév hónap, ami november-decemberünknek megfelelő hónap, és a 4. napján szólt az Úr Zakariáshoz. Mikor elküldték az Isten házába Szarjétszelt és régen Méleket és társait, hogy esedezzék az Úr szín előtt, rögtön javítanom kell a fordítást, ez helyesen így hangzik az eredetiben, mikor Bétel elküldte Szarjétszert és régen Méleket és társait, hogy esedezzenek az Úr színe előtt, és hogy megkérdezzék a papokat, stb. A Bétel szó Isten házát jelent. Itt lefordították, és sajnos a revidált fordításunk, amelytől elvárhatjuk, hogy jó legyen, hiszen Károly Gáspár után évszázadok álltak rendelkezésre, hogy javítsák a református hittudósok,
És mégis van olyan eset, amikor még több hibát is beletettek, ez alapos gondatlanságra és figyelmetlenségre mutat. Tehát nem így van ez, ahogy olvassuk most a Levitát, a Károlyi fordításban, nem az Isten házába küldték el, hanem az Isten házaként lefordított Bétel, tehát az északi országrész egyik kultuszhelye, amelyről már Ámos próféta jövendőlt, Ámos könyvében Bétel nagy szerepet játszik, hiszen Ámos a déli országrészből ment az északiba, és ott Bételből utasította ki aztán a király parancsára az akkori főpap. Tehát a zsidó nép, ahogy hazatér a fogságból, most már olyan szigorúan nem mutatkoznak a határvonalak dél és észak között, de azért a régi múlt maradványai megmaradtak, tehát az északi országrészből, Bételből küldenek két embert, ezt a bizonyos Szárécert, érezzük, hogy ez nem egészen héber név, ez a perzsa babiloni fogságból egy perzsa név, Szárécer annyit jelent, hogy Isten oltalmazza a királyt, és ez a másik név, ez a régen Mélek is, magyarra lefordítva annyit jelent, hogy a király vagy Isten szólt. A két babiloni fogságra visszautaló név jelzi, hogy talán fiatalabbak lehettek, akik a fogságban már perzsa nevet kaptak. Két küldöttet küldtek tehát Bételből, és társaikat, tehát egy küldöttség ment, hogy esedezzenek az Úr színe előtt, és hogy megkérdezzék a papokat, akik a seregek urának házában vannak, és megkérdezzék a profétákat is, itt értelemszerűen Zakariásról és Aggeusról lehet csak szó, hiszen ők ketten profétáltak ebben az időben. Sírjak-e az ötödik hónapban, és böjtöljek-e, amint cselekedtem azt néhány esztendő óta. Tehát ez a két küldöttés mögöttük a küldöttség arra a kérdésre keresett választ a papoktól és a két prófétától, hogy folytassák-e ugyanazt a böjti gyakorlatot, amelyet a Királyok második könyve 25. fejezete szerint, amikor Jeruzsálemet ostromolták és bevették a negyedik hónapban, rést ütve a falon a tizedik hónapban, pedig elkezdődött az ostrom, tehát ezt Jeremiás jegyezhette le, hiszen Királyok könyveinek szerzője Jeremiás, a zsidó hagyomány szerint a Krónika könyveinek szerzője Esdrás, tehát ők párhuzamosan bemutatják a megosztott királyság történelmét. Az egyik az mind a két királyságra figyelemmel, ez a Királyok két könyve, a másik már az igaz Isten hitet továbbvivő déli királyság történetének előtérbe helyezésével, ez a Krónika első és második könyve. Amikor tehát Jeruzsálemet bevették és a zsidó népet elvitték a fogságba 605-től, ez az ostrom 586-ban következett be, amikor a templomot is lerombolták, a szentélyt, az első szentélyt, a salamoni templomot is lerombolták, ezután a zsidó nép a 70 éves fogságban ima és böjt által kérte Istennek a segítségét, a fogságnak a vége felé főleg, és a hazatérés után is, de vajon ez a ima és böjti gyakorlat, ez folytatódjék-e tovább? Hadd mondjuk el a zsidó nép javára, hogy valóban Isten választott népe volt, tehát megkérdezték az Urat. Nem olyan volt, mint a többi népnél, hogy ott sámánok, táltosok, meg ki tudja milyen papok végezték a maguk össze-vissza hókusz-pókuszait, hanem megkérdezték az Istent, és ha meg akarták kérdezni az Istent, akkor a papokhoz, a prófétákhoz mentek, mint itt ez a küldöttség is, hogy Istenünk, kérünk, hogy feleljél, hogy mit válaszolsz e kérdés dolgában. Szólt ekkor a seregeknek ura nékem mondván, tehát most nem
profétikus álom, nem profétikus látomás, most gondolatihletés következik. Nyilván Zakariáshoz is eljutottak ezek a követek, Zakariás is gondolkodott a kérdésen, Zakariás is imádkozott Istenhez, Zakariás is kikérte Isten tanácsát, hogy Péter első levele első fejezetében olvashatjuk, hogy a proféták tudakozódtak és nyomozódtak az irántunk való üdvösség felől, hogy mely és milyen időre jelentette ki azt nekik az Istennek ő bennük levő lelke. Tehát amikor a proféták kéréssel Istenhez fordultak, a Szentlélek kezdte a gondolkodásukba elkezdeni a munkáját, emlékeztette őket az előző mózesi és az előző proféták kijelentéseire, és így természetes módon szövődött bele Isten válasza az emberi gondolkodásba, csak az a proféta kapott Istentől kinyilatkoztatást, aki maga is kereste az Isten, hogy a másik keresőnek választ tudjon adni. Óhatatlanul Jézusnak a kenyeret kérő barát példázata jut az eszembe, amelyben Jézus elmondta, hogy az imában és a másoknak való feleletben mindig a mások érdekeit tartsuk szem elől, az ima is legyen ne annyira önmagunkért való ima, mint másokért való könyörgés, és ha mások kérdeznek bennünket, hogy mondja a II. Korintus levél 5. fejezetében Pál apostol, mintha Isten szólna mi általunk. Úgy válaszoljunk az embereknek, hogy emberek, béküljetek meg az Istennel. Mit szólt az Úr a seregeknek ura Zakariáshoz? Az 5. verstől folytatom. Szólj az ország minden népének és a papoknak mondván, mikor böjtöltetek és gyászoltatok az 5. és 7. hónapban, és pedig 70 esztendeig, avagy böjtölvén nekem böjtöltetek-e? És mikor ettetek és mikor ittatok, avagy nem magatoknak ettetek és nem magatoknak ittatok-e? Ez az 5. és 6. vers a Bibliában azért rendkívüli, mert hiszen böjtről böjti gyakorlatról Zakariás könyvében, Zakariás könyvén kívül Esdrás könyvében is olvashatunk Eszter könyvében, olvashatunk Mózes és Illés 40 napi böjtjéről az Ószövetségben, olvashatunk Jézus Krisztus 40 napi böjtjéről a szolgálata kezdete előtt, és a böjt tulajdonképpen a hegyi beszéd első részében is fontos szerepet tölt be, tudnék az imádsággal együtt. Mert a böjt soha nem imádságon kívüli dolog. Ha valaki nem eszik és nem vesz sem ételt, és olykor sem italt sem magához, az koplalásnak nevezhetjük. A böjt azonban több, mint a koplalás. Sőt, mondhatnám azt, hogy a böjtben a koplalás csak egy szerény eszköz. Nem ez a lényege. A lényege a böjtnek, hogy az imád komolyá és koncentráltá, odafigyelővé, tehát egy bizonyos dologra rögzítetté tegye. Ha az ember kér valamit, komolyan kérje, ne csak fölsóhajt, hogy ja Istenem, segíts, vagy Istenem, ezt add meg, vagy azt add meg, hanem amikor komolyan imádkozunk, és böjttel kísérjük az imánkat, mondjuk egy-két-három napi böjtöt tartunk, akkor azt fejezzük ki, hogy szívünk, lelkünk, testünk, lelkünk mindenestül valamit kíván, valamit kér az Istentől, és ezért figyelmezteti Isten Zakariás által a küldötteket, a követséget, és ezáltal az egész népet, és rajtuk keresztül, a Szentíráson keresztül, persze most bennünket is, akik ezt olvassuk és hallgatjuk, hogy a böjt nem az Istent akarja megváltoztatni. A böjtre nem a jó Istennek van szüksége, sem az imára. Hát Isten pontosan tudja, hogy mi van a mi szívünkben, Isten pontosan tudja a vágyainkat, az akaratunkat, még mielőtt az ajkamon sincs a szó, te már azt jól érted, Uram, mondja a 139. Zsoltár. A böjtre és az imára nekünk van szükségünk. Tudnék arra, hogy előttünk tudatosuljon az, hogy tulajdonképpen mit is akarunk, mire is vágyunk, mit kérünk. Ezért kérdez vissza így az Isten, hogy amikor böjtöltetek, nekem böjtöltetek. Amikor nem ettetek, nem ittatok, akkor ne, értem. A böjt nem egy érdemszerző cselekedet, amivel kiváltom az Isten
akaratát, vagy megmásíthatom az Isten szándékát. A böjtre és az imára nem Istennek van szüksége, hanem mi nekünk van szükségünk. De nem azért, hogy lehozzuk Istent a mi szintünkre, hanem azért, hogy engedjük, hogy Isten a mi szintünkről fölemeljen az ő szintjére. Ezt is nagyon fontos tudatosítani, és ezért folytatja tovább így az Úr. Avagy nem ezek a beszédeke azok, melyeket szólott az Úr az előbbi proféták által, mikor még Jeruzsálem népes és gazdag volt a körülte levő városokkal együtt, és mint a déli táj, mind a lapály föld népes volt. Tehát emlékezzetek vissza, hát én adtam nektek ezt az országot, én mondtam Ábrahámnak az elhívásakor Mózes első könyve 12. fejezet első 3 verse szerint, hogy nagy néppé teszlek, hogy országot, tehát földet adok nektek, majd ha megsokasodtok, ugye a negyedik nemzedék után tértek meg arra a földre, és lett a honfoglalás, és a harmadik, hogy megáldatnak ti bennetek a föld minden nemzetségei. Tehát Isten ezért adta a zsidó népnek, az ő választott népének Palesztina földjét, ezért lett ez az ígéret földje, és ezért lett ez a tejjel mézzel folyó föld a választott népé. Na de hát, ha nem hallgattak az Istennek a szavára, ezért rendelt el Isten a 70 éves számüzetést Babilon földjén. Hát az 1445-ös Mózessel való szövetségkötéstől a 605-ös fogságba vitel időpontjáig hány évszázad is telt el? Több mint 8 évszázad. 8 évszázadig figyelmeztette Isten a népét, hogy mit jelent választott népnek, mit jelent misszionárius népnek lenni, és nem hallgattak a szavára. És ezért, ha a jólétben nem hallgattak a szavára, akkor Isten megengedte egy 800 évhez képest egy töredék, tulajdonképp 2 nemzedék, maximum 3 nemzedék életében a babiloni fogságot, tehát a 70 éves fogságot, tehát jól jegyezzük meg ilyenkor a történelmi dátumokat is, 1445 a sínai hegyi szövetségkötés és 605-535 a babiloni 70 éves fogság között, hát több mint 800 év telt el, és ez idő alatt sajnos a zsidó nép nem hallgatott az Isten szavára, és a böjt és ima mit kell, hogy visszahozzon az életünkben, hogy komolyan vegyük az Isten szavát. Hiszen az igazi ima nem az, hogy én elmondom a kéréseimet, hanem az, hogy figyelek Istenre, és az ő ígéreteibe, az ő kimondott szavába kapaszkodva fogalmazom meg, hogy az, amit te ígértél, Istenem, azt add meg az én életemben is, hogy amit te kinyilatkoztattál, az rám is vonatkozzon az én hétköznapi életemben is. Ennyire szolgál az ima, és hogy ezt még inkább megerősítsük, ezt támasztja alá a böjt. És ezért folytatja így tovább. Így szólt a seregeknek ura mondván. Tehát a bizonyos 800 év alatt hányszor elmondta nektek az Isten a törvények által, a törvényeket újra megszólaltató proféták által. Most itt egy rövid összefoglalást találunk, ami majd a 8. fejezetben is újra fog ismétlődni, majd aztán a 10. fejezetben is bizonyos elemei vissza fognak térni. Lehetséges, hogy Zakariás ezeket az isteni kijelentéseket prédikációvá is kikerekítette, és nem kizárt, mint Ámos esetében is, akinek a könyvének az első részében, illetve szó szerint a második részében, hiszen Ámos könyve első része a környező népekkel kapcsolatos proféciákat tartalmazza, a második része a prédikációit, és a harmadik része a látomásait, tehát ehhez hasonlóan Zakariás is bizonyos isteni üzeneteket prédikációkká is kikerekített, és elmondhatta a népnek több ízben is, mint hogy Jézus is többször elmondta bizonyos példázatait. Így szólt a seregeknek ura mondván,
igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon ki az ő felebarátjával. Özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás ellen még szívetekbe se gondoljatok gonoszt. Tehát a 9. és 10. vers egy csodálatos összefoglalása az egész Ószövetség tanításának, a Mózes 5 könyvének és a Mózes 5 könyvén alapuló prófétai beszédnek. Ennek az a lényege, ahogy Jézus Krisztus is a hegyi beszédet arra használta fel, hogy az egész 3,5 éves földi tartózkodását, mint egy programbeszédben összefoglalja, és a hegyi beszéden belül is találunk olyan igét, vagy igéket, amelyek még összefoglalják még a hegyi beszédet is. Nekem rögtön a Máté 7. fejezet 12. verse jut eszembe, mert Jézus azt nagyon nagy hangsúllyal mondta, hogy amit akartuk, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény, és ez a proféták. Tehát az összes Mózesnek adott törvény, az összes prófétai kinyilatkoztatás, végülis hát ez az Ószövetség, a törvény, és a törvények számon kérése az embereken, hogy hit által miért nem töltitek be a törvényeket. A törvényeket emberi erőből akkor se tudták betölteni, az Ószövetség lényege nem a törvény emberi erőből való betöltése, az Ószövetség is a hit általi megigazulást hirdeti, már Mózes első könyve 15. fejezetétől, amikor kimondja, hogy hit Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott neki igazságul. A tulajdonított és részesített igazság, a hit általi megigazulás hatalmas tanítása az egész Bibliát gerincként végigköveti. Az Ószövetségnek is ez volt a lényege. Nem az volt a lényege, amit ma nagyon sok protestáns felekezet hirdet, hogy az Ószövetség a törvény vallása, az Új Szövetség meg a kegyelem és a hit vallása. Nem, az egész Biblia a törvény hit által való betöltésének szükségességét, tanítását hirdeti. És ezt ebben a két versben, csoda, hogy ez két versben összefoglalható, de hát, hogy igaz ítélettel ítéljetek, irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon ki az ő fele barátjával, Mikeás 6-8, ami összefoglalja az egész Ószövetséget, ugyanezt mondja, hogy csak ezt kéri tőled, ezt a három dolgot kéri az Isten te tőled, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj az Isteneddel. Tehát mindenkivel tegyed azt, amit te is elvársz tőlük, hogy irányodban cselekedjenek. Ha valaki rosszat ad és nem jót, akkor is tudjál megbocsátani, tudjál nagy lelkűnek lenni, bosszúállás soha ne legyen benned, hogy visszavágjál, szeressed az irgalmasságot, szeressél megbocsátani, és az elsőhöz, de még inkább a másodikhoz mi kell, hogy alázatosan járja te Isteneddel. Itt is erre hívja fel a figyelmet Zakariás próféta, özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok, és hogy lehet irgalmasságot és könyörületességet cselekedni? Csak úgy, ha engeditek teljesen megtisztulni a szíveteket, egymás ellen még a szívetekbe se gondoljatok gonoszt. Ez hatalmas kijelentés, majd egyik következő fejezetben szó szerint újra vissza fog jönni. Én a Biblia legmélyebb kijelentésének tartom. Amikor Jézus Krisztus a hegyi beszédben elmondta, hogy hogyan tisztulhat meg a szív. Amikor eljutott a 6. boldog mondáshoz, amelyben azt mondta, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Amit Jézus Krisztus 5 lépcsőfokon át mondott el, hogy a lelki szegénység, az igazi sírás, a szelídség, az igaz élet éhezése, szomjúhozás és az irgalmasság gyakorlása kell ahhoz, hogy megtisztuljon a szív. Ott is ugye az irgalmasság a legfőbb tetőpont, és azután jelenti ki Jézus, hogy megtisztul a szív. Zakariás ugyanezt mondja el, hogy ha az ember megismeri Isten törvényeit, megdöbben, hogy ilyen egyszerű törvényeket mennyire nem töltünk be, megdöbbenünk azon, hogy mi ezt belátjuk, ezeket a törvényeket, de érezzük, hogy van egy más törvény, ami
ami lényünkben, ami bennünket rabul áld a bűn és halál törvényének. Most teljesen a Római Levél 7. fejezet alapján mondom el, ami szintén gerince a Bibliának, vagyis hogyha én látom azt, hogy mennyire szükségem van Istenre a törvényei betöltéséhez, mennyire szükségem van a Szentlélek naponkénti megelevenítő erejére, hogy én Isten szerint éljek, akkor, hogyha ezt gyakorlom, nem csak értelmileg fogom fel Isten dolgait, de az akaratomat is meg akarom erősíteni, hogy ezeket kövessem, akkor ennek egy kívánatos végeredménye az lesz, hogy egymás ellen a szívemben sem gondolok gonoszt. Megtisztul az ember. És mivel a szív bőségéből szól a száj, mondja Jézus, egy megtisztult szívvel már könnyű tisztán beszélni, helyesen beszélni, szeretetteljes szavakat mondani, és nem trágár, ócska, gonosz, vádaskodó kifejezéseket, amivel most tele van a világ. Isten ebben az özönvíz előtti megromlott világhoz hasonló mai világban is ezt akarja elérni, és hogy Noé igaz volt Isten előtt, és Istennel járt Noé, Jézus nem véletlenül utal vissza arra, hogy ahogy az özönvíz előtt való időkben volt, aképpen lesz az emberfi eljövetelének napjaiban is, hogy az emberek esznek, isznak, házasodnak, férjhez mennek, nem vesznek észre semmit. Hogy mi ne ilyenek legyünk. Mi tudatosan együtt munkálkodjunk az Istennel, és ennek az együtt munkálkodásnak mi a végeredménye, hogy Isten meg tudja tisztítani a szívünket olyannyira, hogy egymás ellen a szívünkbe se gondolunk gonoszt. Ezért hát azért nem megjátsszuk, nem alakoskodunk, hogy kegyes beszédeket szólunk, és az etiketnek megfelelő életformát folytatunk. A megtisztult szív egészséges, természetes, erőteljesen tiszta és nem ájtatoskodó beszédeket szól, és a megváltozott szív, a megváltozott beszédforma aztán olyan cselekedeteket hoz létre, hogy azok könnyűek, az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű, és az igaz embernek könnyű igazat cselekedni, mint ahogy a gonosz szívű embernek nem nehéz, de lehetetlen igazat cselekedni. Hát ez az élet alaptörvénye. A velejéig gyökeresen meg kell változnunk, vagyis a megtérés üzenete van itt is a dolgok mögött. Meg kell térnünk ahhoz, hogy Istennek igazi képviselői lehessünk. Erre figyelmeztette Isten a követeket, a követséget, de rajtuk keresztül az egész népet. De ezután jön még egy visszaemlékeztetés. De nem akarták meghallani, sőt válaikat vonogatták, és bedugták füleiket, hogy ne halljanak. Szívüket is megkeményítették, hogy ne hallják a törvényt és az igéket, melyeket a seregek ura küldött az ő lelke által, az előbbi proféták által, és igen, felgerjedt a seregeknek ura. És lőn, hogy amint én kiáltottam, és nem hallották meg, úgy kiáltottak, de nem hallottam meg, azt mondja a seregeknek ura, hanem szétszórtam őket mindenféle nemzetek közé, akik nem ismerték őket, és puszta lőn utánuk a föld, hogy senki azon sem át nem megy, sem meg nem tér. Így tették pusztává, vagyis sivataggá a kívánatos földet. Tehát nagyon egyszerű Zakariás üzenete. Zakariás újra fölidézi a törvényt és a prófétai beszédet, mint hogy Jézus is a hegyi beszédben, hogy ez a törvény és ez a proféták. Emlékeztet arra, hogy csak ez volt a bűnötök 800 éven keresztül, hogy sem a törvényt nem vettétek komolyan, sem a prófétai beszéd intéseit, felhívásait, buzdításait nem vettétek komolyan, ezért jött el a babiloni fogság. Ezért hagytam azt, hogy ezt a kívánatos földet, puszta földét tegyék, és a nép egyharmadát megöljék, egyharmadát
ott hagyják, ez volt a nehezebb eset, akik otthon maradtak, mert akiket elvittek a babiloni fogságba, Jeremiás könyve 24. fejezet látomása szerint, azokat azért vitték el a fogságba, mert felőlük volt még remény, hogy ők még megváltoznak. És valóban meg is változtak. A 70 éves fogságba vitt emberek azért elkezdték végig gondolni a múltat és ezt a nemzeti sorstragédiát, azért a nemzeti múltnak a Mózestől, Sámueltől, Jeremiásig, Dánielig tartó folyamatában gondolták végig, és akik megtértek, azok jobb életre számíthatnak. Istennek minden egyes bibliai könyvben a fő felhívása mindannyiunk felé, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. És a megtérés nyilvánvaló, hogy először a gondolkozásmód megváltozásával kell, hogy kezdetét vegye, utána a megtérésnek testet kell ölteni a beszédünkben, de a megtérés igazi végcélja a megváltozott cselekedeteink, hogy más életet éljünk, más életformát, más életmódot folytassunk. Megtérésre hív a Biblia minden része. És most már, hogy elérkeztünk Zakariás könyve 7. fejezetéhez, talán újra mondhatom, hogy ennek a könyvnek miért ez a szerkezete. Kezdődik az első 6 fejezettel 8 látomás, egyre elmélyülő 8 látomás. Megállunk itt a 7. és 8. fejezetnél, ahol lelki tartalmak sűrűsödnek össze, majd aztán a 9-től a 14. fejezetig elindulunk a figyelmeztető ítéletek és a figyelmet felkeltő, a Jézus első, második és harmadik eljövetelére vonatkozó proféciáknak a jövőre irányított menetében, és közben persze ezek dúsulva lesznek erkölcsi tanításokkal is. Tehát egy ilyen V alakot ír le Zakariás próféta könyve. A 8 látomás a jeruzsálemi templom újjáépítésére buzít elsődlegesen. Másodlagosan mindenkor minden emberét szeretné megszólítani, mert mindig újjáépítésre van szükség, mindig romokban van az Isten műve, legfeljebb egy-két nemzedék, amit újjáépít, aztán újra jön a világ fejedelme, tehát ez a föld az újjáépítések, vagy hogy a Biblia mondja, a megújulás és a reformáció folyamatos ideje, Ecclesia semper reformanda, ahogy mondja a reformáció korabeli mondás, az egyház sem ülhet a babérjain, mert az egyháznak mindig meg kell újulnia, és mindig meg kell reformálódnia. Nagyon hosszú idő után lépett fel a nagy reformáció a 16. században. Ott is a kereszténységnek jó 12-13 évszázados eltorzulása után, mint itt a zsidó nép 800 éves eltorzulása után, hozta el Isten azt a fenyítő ítéletet, amely megújulást és reformációt hozott létre a nép életében. De ennél a reformációnál, ennél a megújulásnál nagyon oda kell figyelni. Meg kell újulni a gondolkodásban, és aztán az életvitelt is meg kell reformálni, és ezért kell Esdrás, Nehémiás könyvét sokat olvasni, ezért kell a Zakariás, Aggeus próféta könyvét sokat olvasni, mert a mi korunkra, mi lelki közösségünkre, az igazi kereszténység életére nézve nélkülözhetetlen könyvek, a világ is romokban van, egyre inkább azokban, abban van. De a kereszténység is romokban van. Sőt, az Isten látható egyháza is laodíciai állapotban van, hogy a Jelenések könyve 3. fejezetében láthatjuk. Zakariás felhívásai hatalmas felhívások. És a 7. fejezetnek ezt a nagyon egyszerű felhívását, amit tehát a próféta a két Perzsa nevű követnek és a mögöttük álló követségnek mondott és üzent általuk az egész népnek, ezt most a 8. fejezetben egy 10 kijelentésből álló
isteni tanítás sorozat erősíti meg, patkolja még erősebbé, hogy jól sarkantyúzni tudjuk aztán a lovunkat, és gyorsan befejeződjék a végső idők előre kijelentett hatalmas műve, vagyis eljöjjön a felüdülés ideje, eljöjjön a végső nagy evangélium hirdetés ideje, eljöjjön az az időszak, amire vágyik minden proféciákban hívő, ma élő igaz keresztény szíve, hogy Jézus eljöhessen, és egy új világot hozhasson el azoknak, akik szeretik az életet, akik szeretik az élet teremtőjét, alkotóját, gondviselőjét, és a mi életünk megváltóját.